napot kívánok, üdvözlöm a megjelenteket, és köszönöm a szervezőknek a lehetőséget, hogy itt a Roadshow utolsó állomásán is beszámolhatok erről a témáról. Hát ugye a pettyerszárnyú vagy foltorszárnyú muslica a kérdés, hogy mi a helyzet ezzel a kártevővel. Valószínűleg nagyon sokan hallottak róla, az itt jelenlévők közül szerintem már mindannyian számos forrásból értesülhettek arról, hogy ez a néhány éve itt Európában, illetve Magyarországon megjelent kártevő bizony, ahogy Dia is mondta, borzolta a kedélyeket, és mondhatjuk, hogy borzolja mind a mai napig. Nézzük meg, hogy ez mennyire jogos, mennyire megalapozott, illetve melyik azok a pontok, ahol talán nincs akkora ok aggodalomra. Egy pár gondolattal azért én is szólnék a fajnak a morfológiájáról, biológiájáról, hiszen lehet, hogy valaki esetleg még csak hírből hallotta, de csapdában vagy egyéb formában még nem találkozott vele testközelben. Tehát a pettyerszárnyú muslica eredeti elterjedés területe, ugye a neve is utal rá, Drosophila suzuki, gondolhatjuk, távol-keleti eredetű fajról van szó, amelyet Európában 2008-ban detektáltak először Spanyolországban, röviddel később Olaszországban is megjelent. Ezzel többé-kevésbé párhuzamosan az Egyesült Államokban is előfordult, és hát gyakorlatilag ott is robbant a bomba. Nálunk itt Magyarországon mindössze 2012-ben detektálták először, egyébként tőlünk nem messze, biztos mindenki sok forrásból hallott már róla, hogy a Táskai pihenőhely környékén a Növényvédelmi Kutatóintézet munkatársait a Balaton mellett találták meg teljesen véletlenszerű egy autópálya melletti parkolóban. Azóta azonban ez a kártevő már egész hazánkban elterjedt, és bizony helyenként súlyos károkat is okoz. Néhány gondolattal arra, hogy hogyan is néz ki ez a faj. Ugye az ecet muslicához, tehát a közismert Drosophila melanogasterhez egy meglehetősen hasonló megjelenésű állatról van szó, de szerencsére azért van egy-két olyan bélyeg, amihez nem is kell talán annyira specialistának lenni, hogy megkülönböztessük tőle, melyek is ezek. A hím látható ugye a bal oldalon, az angol, illetve a magyar név adója is, hogy Spotted Wing Drosophila, illetve pettyes, vagy tám, pontosabb, hogy pettyes, de nevezhetjük foltorszárnyú muslicának, és a lényegen ez nem változtat. A szárny végén, egyes szárny végén találta ugye egy sötét színű folt a szegélyhez közel, ez egy elég jó bélyegnek tekinthető a hímek azonosítása szempontjából. Vannak egyébként más hasonló megjelenésű muslica fajok, amelyeknek folt van a szárnyán, vagy valamilyen kis füstös, homályos, opálos elszíneződés különböző erekhez közelebb. Ezektől különböztessük meg. Szerencsére azért meglehetősen markáns itt ez a mintázat, tehát különösebb problémát nem okozhat a megfigyelése, mondhatjuk talán így, hogy azonosítása sem. Gyakorlatilag szabad szemmel is látható, mondjuk egy almaecetes csapdában, hogyha a Drosophila suzuki hím van benne, ez a bizonyos foltpár. Van még pár bélyeg egyébként a testen, amiben én most itt nem mennék bele, ami segítheti, biztosabbá teheti az azonosítást, hogy tényleg ezzel a fajjal állunk-e szemben. Ha valakit esetleg ez érdekel, akkor nagyon szívesen adok ezzel kapcsolatban angol nyelvű, teljesen világos fényképekkel, illusztrált, rövid meghatározásokkal gazdagított leírásokat, ilyen identification key jellegű pároldalas bemutató anyagokat. Számos amerikai egyetem készített ilyeneket, ezek szabadon az internetről letölthetőek, tehát ez segítheti még az azonosítást. Na most a nőstények esetében a helyzet nem ennyire egyszerű, ugyanis, hogyha megnézzük a jobb felső képet, ahol a nőstény látható, hogy ennek nincs folt a szárnyán, tehát már is elmondhatjuk, hogy a csapdába kerül, akkor ebben az esetben szabad szemmel nem tudjuk eldönteni, hogy Drosophila suzuki van-e a tételben, illetve hogy egyáltalán nőstényt példányt látunk-e. Ez már legalábbis egy sztereomikroszkóp használata javasolt, és a tojókészüléket kell megnézni itt a potrok végén. Lehet látni, hogy egy ilyen kaszapengéhez hasonló, meggörbölt ívés, szklerotizált fűrész fogakkal tarkított, tulajdonképpen meglehetősen kis brutális készülék van a test végén, és gyakorlatilag ez az, ami miatt a Drosophila suzuki a Drosophila melanogasterrel és más nálunk is előforduló muslica fajokkal, tehát honos muslica fajokkal szemben azokhoz képest kártevővé válik. Ugyanis a megtermékenyített nőstény ezzel a kis fűrészes tojókészülék segítségével föl tudja sérteni az épp héjú és kellőképpen vékony héjú gyümölcsöknek a bőrszövetét, a falát,
és a tojásokat le tudja rakni a termésbe. Tehát míg a drozofila melanogaster, tehát még egy ecet muslica, az erjedő, már végtelenül elvékonyodott héjú, vagy éppen már félig meddig bomló gyümölcsben ugye óriási mennyiségben képes szaporodni, de alapvetően csak ebbe is tud beleférkőzni, addig a drozofila Suzuki-nak nem kell ezt a stádiumot megvárnia, bizony a bokron, vagy éppen a fán lévő gyümölcsben, hogyha annak egyéb iránt a hévastagsága ezt lehetővé teszi, a érőfélbe vagy éréshez közeli gyümölcsöt már ott a szület előtt károsítani tudja, be tudja petézni, mondjuk így, és innentől kezdve bizony kártevővé válik, tehát egy elsődleges kártevővé válhat bizonyos kultúrákban. Még egy kép ugye a nőstényel kapcsolatban, hogy hogyan ismerhetjük fel, tehát szárnyfolt sajnos nincsen rajta, illetve a lábakon, az első pár lábon a hímeknél vannak, van egy bélyeg, amit fésűnek neveznek, vagy fésűknek neveznek, ez a nőstények esetében szintén nincsen meg, tehát még egyszer itt a tojókészüléket kell nézni, amit a bal alsó ábra mutat, ehhez képest összehasonlítás képen ott a nagyításban lehet látni, hogy a jobb alsó tojókészülék az pedig nem drozofila Suzuki-é, tehát ott a fűrészfogak annyira tompák, illetve annyira egyszerű kis tojókészülékről van szó, hogy azzal kárt direktbe egy más muslica faj épp héjú bőrszöveten okozni nem tud. Nézzük a pettyesszárnyú muslicának az életmódjával kapcsolatos pár fontosabb gondolatot. Ugye egy nagyon polifág, tehát egy nagyon széles tápnövény körű fajról van szó. A tápnövény körében úgy kultúrnövények, mint vadon növő erdőterületeken, vagy akár kertekben lévő különböző dísznövények is beletartozhatnak. Termesztett növényeink közül, ha most a gyümölcsfélékre koncentrálunk, elsősorban és mindenek előtt a bogyósok azok, amelyek rendkívül kitettek a drozofila Suzuki kártételének. Két kultúrát emelnék itt ki, amelyekben hazai viszonylatban is az elmúlt években nagyon súlyos kárt okozott. Ez a kártevő, az egyik a mána, ezen belül is az őszi mána, tehát a sarjon termő, illetve a szeder, ami még mindenképpen megemlítendő. Külföldi irodalmakból tudjuk, hogy Szamócában, illetve például a svájci olasz térségben, Áfonyában is egy nagyon markáns és egy nagyon veszélyes, nagyon súlyos gazdasági károkat okozó kártevőként tartják számon. A csonthiasokat is jegyzik a tápnövényei között, cseresznye és megy esetében Németországból, Olaszországból kollégákkal való konzultáció és egyéb források alapján tudjuk, hogy nagyon komoly gondot okoz. Észak-olaszországi cseresznye termő területeken például a cseresznye légnél fontosabb kártevőként jegyzik ma már a drozofila Suzuki-t. Hát aki ismeri a cseresznyét és hogy az mire képes adott esetben, akkor elképzelheti, hogyha annál fontosabbnak tartják a drozofila Suzuki-t, akkor itt bizony tényleg nem egy kis problémával állnak ők is szembe. Hogy hazai viszonylatban mi a helyzet a cseresznyével és a meggyel, ez egy érdekes kérdés, erre majd még később visszatérnék, de annyit előjáróban, hogy jelenlegi ismereteink szerint a némi kollégáival is konzultálva, illetve a különböző elérhető forrásokat megvizsgálva, illetve termelőkkel is beszélve, úgy látjuk, hogy egyelőre cseresznyében és megyben nálunk még vagy nem okoz gondot, vagy egyelőre még elkerülte a termesztők figyelmét, vagy azért, mert tényleg nem gond, vagy azért, mert olyan kis mértékű az a kártétel, amit a szüret érés idején okozni tud, ami igazából nem annyira figyelemre méltó, de ezzel nagyon óvatosan bánnék. Éppen ezért, hogy ezt a kérdést ebben határozottabban reménykedjünk majd egyszer állást foglalni a nem is olyan távoli jövőben talán, idén, ebben az évben a Némichel együttműködésben tervezzük országos szinten, vagy hát minél kiterjedtebben mondjam inkább így, cseresznyés és meggyültetvények vizsgálatát is több szempontból, hogy a drozofila Suzuki jelentőségét ezekben a kultúrákban egy kicsit jobban megismerhessük. Más csonthiasok tekintetében a kajszi egy olyan kultúra, amivel kapcsolatban például Franciaországból van hír, hogy ott problémát okozott ez a kártevő. És hát van ugye két növény, mint a szőlő, illetve hát csoport ugye az almatermésűek, amelyek mellett nem lehet elmenni, hiszen kiemelt jelentőségű gyümölcsfajokról, kultúrákról van szó. Kezdeném az almatermésűekkel, itt megnyugtató hírt mondhatok el mindenkinek, tehát az almatermésűek kapcsán a jelenlegi nemzetközi irodalom, vagy akár a hazai tapasztalatok is, mi ezt részletesen nem vizsgáltuk, de a hozzánk eljutott hírek alapján, gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ez ugyan egy jegyzett tápnövény a drozofila Suzuki tápnövény listáján, ami, ahogy említettem,
szinte végtelen hosszú, de gyakorlatilag gazdasági kárt még azokon a területeken sem jeleztek vele kapcsolatban, mint mondjuk az Egyesült Államok vagy Olaszország, ahol ugye alma és körte termesztésnek nagyon komoly hagyománya még és óriási területeken termesztik, vagy akár hazánkat is mondhatnám, tehát úgy tűnik, hogy az alma termésűekben ez nem fog reális veszélyt jelenteni. Mi a helyzet a szőlővel? Erre az előadás második felében térnék majd rá, mert a szőlőre vonatkozóan az elmúlt két évben elég részletes vizsgálatokat végeztünk a rovartani tanszéken, úgyhogy majd akkor térnék erre vissza. Ez egy ellentmondásos növény bizonyos értelemben, és mi is éppen ezért szerettük volna ezt a kérdést jobban körbejárni. És hát ami még ugye nagyon érdekes, vagy hát nagyon fejben tartandó, hogy ugye az ember csak hajlamos kultúrnövényekben gondolkodni, de itt egy ilyen borifák faj esetében mindenképpen megemlítendő az, hogy nem csak a termesztett növényeink húsos, vékony héjú terméseiben tud fejlődni ez a kártevő, hanem bizony lehetnek olyan vadontermő erdei környezetben, vagy akár városi környezetben előforduló növények, dísznövények, gyomnövények, cserjék, stb., aminek ha a szigorú botanika értelemben nem is bogyó a termése, de olyan bogyószerű, húsos, vékonyabb héjú termése van, hát ugye akár a loncfajok, vagy a bodza, ami ugye termesztett növényként is egyre nagyobb jelentőségű, vagy akár a bengefélék, de lehetne tovább sorolni ezt a kört egészen a fagyönyig haladva, amelynek kapcsán egyik-másik növénynél egész kiterjedt vizsgálatokat végeznek, hogy mennyire alkalmas tápnövénynek az adott növény. És ha már tápnövény, gazdanövény fogalmakról beszélünk, a Drosophila Suzuki kapcsán, mindenképpen el kell azt mondani, hogy ugye az elmúlt évek kiterjedt nemzetközi vizsgálatainak az egyik célja természetesen az volt, hogy egy listát állítsanak össze arról, hogy mi minden növényen fordulhat elő a Drosophila Suzuki, beleértve a nem termesztett növényeket is, hiszen ezek, hogyha mondjuk egy málna szeder, vagy éppen egy cseresznyi ültetvény mellett vannak, akkor hát egy potenciális fertőzési forrást jelenthetnek úgy házi kertből, mint akár erdei környezetből is. Éppen ezért hát gyakorlatilag boldog-boldogtalan növény felkerült erre a listára, amivel valamilyen szinten a Drosophila Suzukit kapcsolatba hozták, de nagyon fontos azt megjegyezni, hogy bármilyen növényről, ha beszélünk, minden esetben alaposan utána kell nézni, hogy mi alapján állapították meg azt, hogy az egy tápnövény. Tehát megfigyelték, hogy a Drosophila Suzuki belepetézett laborkörülmények között, vagy mondjuk nagy egyetszámban neveltek ki laborkörülmények között az adott bogyószerű termésből Drosophila Suzukit, vagy egyszerűen csak csapdázták egy erdei környezetben, ahol A, B és C vadontermő bogyószerű termést hozó növény előfordult. Tehát egyáltalán nem mindegy, például egy csapdázásból, hogy egy területen csapdázok a Drosophila Suzukit, ahol 6-7-100 féle növény előfordul, semmilyen következtetést nem lehet levonni. Tehát ez alkalmatlan bármilyen következtetés levonására. Azt tudjuk megmondani, hogy a Drosophila Suzuki a területen jelen van. De hogy mi fejlődött ki, és melyik növény valójában potenciálisan mennyire alkalmas gazda növény a Drosophila Suzukinak, ez egy egészen más kérdés. Ezt csak laboratóriumi vizsgálatokkal lehet igazából megállapítani, éppen ezért mondom még egyszer, hogyha ezeket a hosszú listákat nézzük a tápnövénykörről, mindig meg kell nézni azt, hogy mi alapján állították, milyen vizsgálatokra alapozták azt, hogy ezt az adott növényfajt rátették a tápnövény listára, és ez alapján helyén kell kezelni ezeknek a növényeknek a tápnövény értékét Suzuki szempontjából. Nos, visszatérve a termesztett növényekre, ugye ahogy említettem, az érésben lévő évgyümölcsöt támadja a Drosophila Suzuki, és ez a fő probléma. A tojásait a bőrszövetet felhasítva, felfűrészelve a héj alá rakja, és a tojásból kikelő lárva a termés belsejében táplálkozik. Egyetlen termésben tucatnyi lárva is lehet, ennek magunk is szemtanúi voltunk egy felvételezés, illetve laborvizsgálat alkalmával. Gyakorlatilag egyetlen málna szem, egy szem málnából akár 12-15 lárvát is ki lehetett szedni, hogyha azt felboncoltuk. Tehát gyakorlatilag ugye a cseresznyénél tudjuk az európainál, hogy egy termésben mindig egy lárva, illetve vannak egy ilyen klasszikus kártevők, hát ennél pont az van sajnos, hogy egy termésben akár több lárva is fejlődhet. Maga a bábozódás, miután a lárvák kifejlődtek, megtörténhet a termésen belül is. Itt a jobb alsó képen látható egy termésből félig kiálló báb stádium a Drosophila Suzukinak a kis légzőkészülékekkel a potrohi vég felől.
Tehát a bábozódás a termésben is ilyen formában megtörténhet, de újabb vizsgálatok szerint a lárvák előszeretettel hagyják el a termést, és jelentős egyedszámban inkább a talajba húzódnak bábozódni. Bár ezzel kapcsolatban én jelen pillanatban még nem tudok olyan vizsgálatról, ami részletesen megvizsgálta volna, hogy tényleg hány százalékban, milyen arányban húzódnak a talajba, és ezt hogyan lehet védekezési célra esetleg használni, de érdemes fejben tartani, hogy a későbbiekben, mivel majd hogy látni fogjuk a kémiai védekezés lehetőségét, több szempontból meglehetősen korlátozottak, hogy esetleg ezt a pontot a kártevő fejlődési ciklusában, nevezetesen, hogy tömegesen hagyja el a termést a talajban történő bábozódás céljából, valamilyen talajtakarási, kezelési, akár mechanikai, akár kémiai, akár egyéb agrotechnikai megoldással kihasználva, talán a kártevő fejlődési ciklusába bele lehet avatkozni, és valamilyen szinten, ha nem is azt mondom, hogy letörni, de megtörni talán meg lehetne. Ezt a területet érdemes lenne egyébként tovább vizsgálni, mert lehet benne ráció. Maga a kártevő egyébként, miután a fejlődését befejezte, tehát tojástól imáig eljutott, ez meglehetősen rövid időszak alatt lezajlik, sok nemzedéke lehet egy évben. Itt a képeken a termésben lerakott pici tojások láthatók, fejben a figyelmet, hogy a bal felső ábrán nem cseresznyi, hanem egy málna résztermései láthatóak, és ha megnézzük a képet, akkor lehet látni, hogy itt vannak, amiket az előbb mutattam, ezek a apró pici kis tojások, aminek a légző filamentumjai kiállnak a termés belsejében, hát ember legyen a talpának, amik egy málna ültetvényben ezt úgy szabad szemmel a felvételezés során észreveszi. Mikroszkóp alatt persze egy adott termés mintában, ha szerencsénk van esetleg, már olyan értem, hogy megtaláljuk, hogy szerencsénk van, inkább ne legyen ilyen szerencsénk, akkor ugye megtalálhatjuk ezt az adott, akár a tojásrakásra utaló jeleket is, de hát ez ugye nem könnyű történet. Nézzünk néhány dolgot a kártevő további biológiájáról, tehát a ökológiai igényeit, hogyha nézzük tápnövényeket követően. Gyakorlatilag nem egy különösebben tágtörésű faj. Tehát annak ellenére, hogy milyen gyorsan berobbant egész Európába és elterjedt mindenfelé és helyenként óriási károkat okoz, érdekes módon az alsó fejlődési küszöb hőmérséklet és a felső sem valami extrém érték. Tehát gyakorlatilag például 30 fok fölötti hőmérsékleten drasztikusan csökken a fejlődési üteme, nem idáig ez már a szaporodáshoz sem. Ez a mi szempontunkból, tehát magyarországi szempontból mindenképpen jó hír, hiszen a gyakran 30 fok feletti, akár hetekig vagy hosszú napokig tartó nyári kánikulai időszak semmiképpen sem kedvez a kártevőnek. Persze zárójelben azért hozzáteszem, hogy ezek laboratóriumi körülmények között, illetve különböző modellek, nevelési kísérletek alapján megállapított értékek, tehát amikor mondjuk egy meteorológiai állomás azt mondja, hogy ezen a helyen, itt tudom én, Kecskemét térségében 40 fok volt, lehet, hogy tényleg annyi volt, és akkor keresztbe helyetjük a kezünket, hogy de jó, akkor a Suzuki most döglött meg az egész populáció. Nyilvánvalóan vannak olyan mikroklimatikus viszonyok, olyan védett helyek, párásabb, adott esetben árnyékosabb, hűvösebb helyek, amik ugye nyilván, tehát minden egyes pontnak a hőmérsékletét nem mérhetjük, tehát gyakorlatilag túlélni mindenképpen túl fog ez a kártevő, annak ellenére, hogy van nálunk nagyon hideg is, meg nagyon meleg is, tehát eléggé szélsőséges például az utóbbi éveknek az időjárása, mégis azt látjuk, hogy egyre több Suzuki van, tehát abban azért nem bízunk, hogy vagy a nagy hideg, vagy a nagy meleg miatt most nem lesz nálunk drozofila Suzuki a jövőben. Egyébként a legintenzívebb tojásrakási időszak az körülbelül azok a feltételek, amiket most itt érzünk, tehát egy olyan 21 fok körüli hőmérséket és 60%-os relatív páratartalom azt szereti, amit mi. A nyári aktivitási csúcsa is szerencsére viszonylag alacsony hőmérsékleten van, tehát ezzel talán magyarázható az, hogy viszonylag lassan szaporodik fel, legalábbis a csapdák fogása alapján állíthatjuk ezt. Nehéz más formában ezt igazából szabadföldi körülmények között igazolni, de úgy tűnik, hogy mondjuk azért a hazai ökológiai körülmények nem feltétlenül kedveznek, legalábbis az ország számos pontján a drozofila Suzukinak. Elég gyorsan, néhány napos korában már gyakorlatilag a megtermékenyített nőstény tojást tud rakni, egy nőstény akár 2-3 hónapig is eléldegélhet, ami alatt akár több 100 tojást is lerakhat. Összességében egy olyan 2 hét alatt fejlődik ki 20-27 fokon egy nemzedéke, tehát ebből is következik az, hogy meglehetősen sok nemzedéket kialakulhat egy év folyamán. Most az ilyen táblázatokat én nem nagyon szeretem, amikor kivetítik előadáson. Itt sem azt szeretném önöknek mutatni, hogy nézzék meg a harmadik sort és a negyedik oszlopot, hogy ott micsoda kiugró érték van. Nem ez a lényeg ennek a táblázatnak, hanem pusztán az, hogy
Ugye ennek a KTM-nek a biológiájával kapcsolatban nagyon sok vizsgálatot végeztek az elmúlt években, és mégis még mindig vannak olyan pontok, olyan triviálisnak tűnő pontok, hogy például hogy telel, hol telel, ami az ember azt gondolná, hogy egy kártevő 100%-os kárt képes okozni egy adott kultúrában, olyan fejlett régiókban, mint Olaszország, Németország, vagy éppen Svájc, és azt se tudják, hogy pontosan, hogy hol telel, hol bújik meg. Tehát vannak érdekes, vagy mondjuk úgy, hogy vitatott, nem kellőképpen tisztázott pontok, például a kártevőnek az egyet fejlődésével kapcsolatban a tojástól az imágó stádiumig mennyi idő alatt jut el, ezt is nagyon sokan vizsgálták, tehát itt csak ez az egyetlen táblázat egy 2016-os publikációból azt mutatja be, hogy mennyien és mennyiféleképpen próbálták ezt megvizsgálni, és mivel sok különböző beállítás mellett dolgoztak, tehát más táptalajon, más megvilágítással, más hőmérséklet, tartományban. Ebből következik, hogy nyilván más-más eredményekre is jutottak. Na most összességében, hogyha ezt a táblázatot valahogy kivonatolni szeretnénk, hát ebből jön ki az, hogy körülbelül egy olyan 2 hét alatt durva megközelítésben plusz-minusz több nap, de mondjuk egy olyan 2 hét alatt fejlődik ki 20-27 fokon, ami megint csak egy elég nagy tartomány, egy nemzedéke. Tehát nem tudunk sajnos olyan pontos adatot mondani, de hát ez ugye a biológiából adódik, hogy nem mondhatjuk azt, hogy 21 fokon 12 és fél nap, ennek sok értelme ugye nem lenne, sokan persze laborban ilyeneket meghatároztak, és mások meg másokat, ebből jött ki ez az intervallum, amit elmondhatunk a fejlődési idejére. Na most, amikor ez a kártevő 2008-ban először detektálásra került a mediterrán térségben, akkor természetesen nagyon sokan elkezdtek foglalkozni a fajjal, hogy na, itt van a Drosophila Suzuki, hát akkor minél előbb vázoljuk fel, próbáljuk megjósolni, hogy milyen kárt, milyen veszélyt jelenthet Európa egyes országaira nézve. És készítettek egy ilyen Climax modellt 2009-ben a kártevő akkor, vagy a faj akkor ismert biológiai paramétereit figyelembe véve, ami tulajdonképpen egy megfeleltetés arra vonatkozóan, hogy Európa egyes területeit, régióinak a klimatikus adottságait figyelembe véve, és a faj biológiai igényeit figyelembe véve, várhatóan melyek azok a régiók, ahol nagyon jól fogja érezni magát a Drosophila Suzuki, és hol nem fogja jól érezni magát. Hát kérem szépen, 2009-ben, ha akkor láttuk volna, vagy látta volna valaki ezt a térképet, lehet, hogy valaki látta már, ismerte akkor is, hát láthatta, hogy a Kárpát-medence hát végre egy olyan kártevő, aminek nem mi vagyunk a gócpontja, mert hogy ugye minél pirosabb, annál jobban érzi magát a kártevő az előrejelzés alapján. Sőt, mi több, ha megnézzük, az alföldi régió egyenesen a Szaharának felel meg, legalábbis a Drosophila Suzuki számára, vagy akár a sarkvidékhez is hasonlíthatnál. Tehát az alkalmatlan, a megtelepedése alkalmatlan régióban sorolták be, és hogy láthatjuk, Magyarország jelentős része az éppen hogy alkalmas, tehát az ilyen, hát talán meg tud telepedni, talán el tud lenni ebbe a kategóriába lett sorolva, annak ellenére, hogy körülöttünk a szomszédos régióban pedig kifejezetten jól érezte magát. Tehát ez alapján azt lehetett volna jósolni, hogy jó van, a Drosophila Suzuki legalábbis nálunk nem fog komoly, várhatóan nem fog komoly gondot okozni, ha így interpretáltuk volna azt, hogy hogy érzi magát, és akkor milyen kártétel várható. Na most mi lett a helyzet ehhez képest, ugye? 2014-ben egy abszolút ilyen spontán felvételezést végeztünk az országban, ami abból állt, hogy almetszetes petpalackos csapdát kértük hallgatókat, hogy rakjanak ki lakóhelyükön. Egy egyetemi előadás volt egyébként, az új kártevőkről tartottam nekik, és mondtam, hogy akit érdekel a Drosophila Suzuki, hogy van-e otthon a kertjében, vagy az ültetvényében náluk, szerencsére sok vidéki hallgató is volt az előadáson, az vigyél, készítse el a csapdát, csináltunk nekik egy ilyen kis egyszerű protokollt, hogy hogy kell a csapdát házilag elkészíteni, tegye ki, amikor hazamegy, hazautazik hétvégén, és 3 hét múlva, vagy 4 hét múlva, amikor majd jön valamikor vissza egy sokadik hazautazás alkalmával, hozza be a csapdát, ez az őszi időszakban volt, amikor várhatóan a Drosophila Suzuki egyetszáma tapasztalatok alapján nagy volt, tehát jó esély volt rá, hogy esetleg befogja az adott hallgató, hozza be és megnézzük, hogy van-e a csapdával a Drosophila Suzuki.
Hát a pöttyök száma az nem azt jelenti, hogy hány helyen találtuk meg az országban, hanem pontosan egyenlő azzal a hallgató számmal, aki vállalkozott erre a dologra. Hát a kevésbé pozitív dolog, hogy hát nem volt túl sok lelkes hallgató, aki erre vállalkozott és házilag megcsinálja. Viszont a szerencsénk a történetben az volt, hogy akik vállalkoztak, legalább nem mindenki dél-budai volt mondjuk, hanem az ország különböző pontjából teljesen véletlenül vállalkoztak erre hallgatók, tehát akiknek a lakóhelye az ország számos pontján különböző helyeken volt, és hát ez a kép kérem szépen azt mutatta, hogy mindenki befogta a Drosophila Suzukit 2014-ben. Gyakorlatilag és az ország számos pontján, többek között az ökológiailag alkalmatlannak minősített alföldi térségből is több helyen előkerült. Persze valaki mondhatja azt, hogy ja, hát persze pont ebben az évben jelent meg, és csak pont véletlenül befogta, de ez még nem garancia arra, hogy tényleg megtelepedett. Persze, hát ezt nem állíthatjuk, de azért több mint gyanús, hogy az Alföldnek például több pontjáról előkerült ez a kártevő. Na már most ezek az eredmények egyébként egybevágnak a Névi országos felvételezésével, vagy éppen a Növényvédelmi Kutatóintézet munkatársainak a felvételezésével, tehát egybehangzóan mondhatjuk, hogy gyakorlatilag az országban bárhol, szinte bárhol kitehetjük a Drosophila Suzuki csapdát, az fog fogni. Kérdés persze, hogy mikor tesszük ki, erre majd később még visszatérek. Na most ami viszont az igazán lényeges probléma, hogy rátérjek a kártételére, kérem szépen 2016. augusztus végén őszi málában Nógrád megyében már 90% fölötti kárt okozott a Drosophila Suzuki. Ebben a felmérésben, tehát ebben a kártétel felmérésben a hatósággal és a kutatóintézettel együttműködve tudtunk részt venni. Óriás, tehát futótűzként terjedt végig a nógrádi termesztők körében, málna és szeder termesztők körében, hogy hát valamitől pusztul, rohad a málna, folyik szét a tálcákban. És hát mi is, hogy lássuk ezt a saját szemünkkel, és hogy tényleg próbáljuk értékelni, hogy ez mitől lehet. Vettünk termésmintát egy őszi málna, polka, illetve sugana fajtából egy nógrádi területen. Tehát a felvételezés nem úgy történt, hogy ránéztünk, hogy igen, itt van 10 szem, abból 2 rohad, akkor 20%-os a kártétel. Tehát nem ilyen formában történt az egész, hanem kimentünk a területre, és leszettünk olyan málna szemeket, amik úgy egyébként úgy épnek tűntek, tehát nem voltak bolyhosak a botritisztől, meg hasonló, hanem ami olyan tetszetősnek tűnt tulajdonképpen, amit a szedők is akár leszedtek volna, és 45 ilyen teljesen véletlenszerűen leszedett pici, vagy nem pici, hanem érett málna szemet szedtük le az augusztus végi időszakban. Bevittük a laborba, és Kákai Ágnes, aki korábban még a Növényvédelmi Kutatóintézetnek a munkatársa volt, most egyébként itt dolgozik a térségben, ő volt az, aki vette a fáradtságot, és gyakorlatilag ezt a 45 málna szemet mikroszkóp alatt úgy megvizsgálta, hogy először sós vízbe áztatta, ugye így a lárvák egy része elhagyta a termést, és utána nem bízta a véletlenre, a málna szemeket egyesével résztermésenként mikroszkóp alatt fölboncolta, és megnézte mind a 45 szemnél, hogy van-e benne valami Drosophila Suzuki-ra utaló jel, tojásburok, lárva, báb vagy egyebek. És ebből jött ki az, hogy a 45 szemből, véletlenszerűen leszedett szemből, 42-43-ban gyakorlatilag nem egy, meg nem kettő, olyan is volt, de adott esetben 7-8-12 Drosophila Suzuki lárva is volt. És valaki megkérdezheti, hogy és meg tudjuk különböztetni a Drosophila melanogaszterától a lárvát? Nem tudjuk megkülönböztetni, csak hogy a kinevelés is megtörtént, és a kinevelés bebizonyította, hogy gyakorlatilag a kinevelt imágóknak a 95-97% a Drosophila Suzuki volt, persze nyilván volt egy-kettő, amiben másodlagosan már a melanogaster vagy egyéb Drosophila faj előjött, de kineveléssel is igazoltuk azt, hogy Drosophila Suzuki fertőzte ezeket a termeseket elsődlegesen, úgyhogy tényleg jogos volt ez a panasz a málnatermesztők részéről, óriási volt a probléma 2016-ban, mert ez egy csapadékos év is volt. Már 2014-ben ott volt egyébként a területen a kártevő, a nógrádi kollégák a kormányhivatalt ugye akkor fényképezték, itt például a hím ugye ott csücsül a málnatermésen, jobb oldalt a lárva a termés belsőben, tehát már akkor ott volt. Az elmúlt években 16 előtt 10-20%-os kártétel volt, akkor még nem mentek annyira utána a dolognak, és akkor 2016 időjárással meg populáció növekedése tett rá egy akkora lapáttal a történetre, hogy tényleg nagyon súlyos termésveszteség következett be. És nem csak málnában, nem csak az őszi málnában, hanem ugyanezen a területen a szeder ültetvényben is, ez az előbb említett málna ültetvénytől nem messze található szeder ültetvény, egy Loch Ness fajta,
amelyet fólia alatt termesztettek. Egyébként a fóliát azért húzta fel a gazda, hogy az esőtől és ezáltal a botrytis fertőzéstől védje a szedet, hogy nem sok ilyet lehet látni az országban, egy tökéletes kultúrállapotban tartott szeder ültetvény volt egyébként ez, és valóban nagyon komoly termés növekedést ért el ezzel, hogy a botrytis kártétel vagy károsítása drasztikusan csökkent, a nedvességpótlás természetesen csepetke töntözésre meg volt oldva. Csak hogy arra ő sem számíthatott, hogy a fólia alagút két végén a Drosophila Suzuki vígan kibe járkál, és kérem szépen ilyen tüneteket okozott a szederbe. Tehát gyakorlatilag a szedertermesztők körében is elterjedt ott a hír, hogy folyik a szeder, és aki esetleg nem tudta, hogy mit jelent, az néhány napon vagy héten belül megtudta, hogy mit jelent az, hogy folyik a szeder. Tehát így nézett ki a termés jelentős része. Tehát még nem is érett meg teljesen, és amikor már az ember hozzáért, már szottyadt össze a kezében, itt is gyakorlatilag 100% közeli volt a Drosophila Suzuki kártétele. Itt is a termés belsejében a lárva látható. Na most bogyósokon kívül, ugye hát nyilván a füge nem egy különösebben érdekes kultúra számunkra, csak azért mutatom be ezt a képet, hogy vannak olyan gyümölcsök, aminek különösebben nem vékony a héja, de esetleg valamilyen természetes nyílás lehet rajta, mint ugye ez a fügéknél sokszor előfordul, ahol a, például a Drosophila Suzuki is vígan kibe járkál, ez a felvétel egyébként a Budapesten, a Budai Arborétumban készül gyűjteményes kertben, ott is ott van a Drosophila Suzuki, és hát a párok ott is egymásra találnak. Na és akkor nézzük, hogy mi a helyzet a szőlővel, kérem szépen. Ugye ez egy nemrég a interneten találtam ezt a hát tulajdonképpen tájékoztatást, vagy nem is tudom minek lehet mondani, figyelemfelhívást. Ismerjék meg a magyar szőlős gazdák legújabb rémálmát. Ugye ott van benne, hogy a második filoxérával állunk szemben, ugye ez a fogalom már egyszer elhangzott, és bizony itt a szőlő károsító kapcsán legyen szó kártevelő korokorzóról, mai nap folyamán ugye több olyan előadást is hallottunk, ahol a filoxérához hasonlítható probléma kérdése vetődik fel, hogy mire számíthatnak a szőlőtermesztők. Na most, amikor ez a kérdés fölmerült, hogy vajon a soproni borvidékről indult futótűzként ez a hír, amikor is néhány évvel ezelőtt ott Pinot Noir vagy valamelyik kékszőlő fajtában a Drosophila Suzuki-nak tulajdonítottak bizonyos kártétel, onnantól kezdett elterjedni ez a hír az egész országban, eljutva egészen Szekszárdig vagy éppen Tokajhegy aljáig, ahol a gazdákkal beszélgettünk, hogy hát a Drosophila Suzuki az egy óriási kárt okozó faj. Gyakorlatilag mind a mai napig ezt hallhatjuk gazdálkodóktól, úgyhogy két évvel ezelőtt egy akkor kezdett növényorvos hallgatóval, Arnold Gergellyel, aki egyébként nem mellesleg szőlőtermesztő gazdálkodó és bortermelés a pécsi borvidéken, és elkötelezett volt a rovartan növényvédelmi kérdések iránt, tehát az ő fantáziáját is izgatta ez a kérdés, hogy vajon a szőlőtermesztésben mire lehet számítani, és kérte, hogy járjuk egy kicsit körbe ezt a témát, ezzel szeretett volna foglalkozni, hát nyitottak voltunk rá, és kitaláltuk, hogy csinálunk egy országos felderítést, és néhány egyéb vizsgálatot arra vonatkozóan, hogy megpróbáljuk egy kicsit tisztázni ezt a kérdést. Gyakorlatilag amerre elmentünk az országba, ahogy említettem, badacsonyi borvidék. Elmentünk Badacsonyba, beszélgettünk termesztőkkel, kérdeztük, hogy mi a szőlő legfontosabb problémája, hogy látják a szőlő növényvédelmét, ugye általános ilyen kis növényvédelmi beszélgetés volt, és hát a Drosophila Suzuki volt az első, ami előkerült. Persze mi is mondtuk, hogy amiatt megyünk, hogy szeretnénk csapdát kitenni, hogy földerítsük. Tehát nem sokan gondolkodtak azon, hogy most itt mi a fő probléma. Persze a fluorescens doré, meg egyebek is szóba kerültek. Most az egyebeket az idézőjelben, ezek nyilván fontos problémák. Csak a Drosophila Suzuki-t rendkívül hangsúlyosnak tartották. Azt mondták, rohad a szőlő, repkednek a muslicák, a muslica nyilván Drosophila Suzuki, és nyilván azért rohad a szőlő. Tehát egyértelműen egyenlőségjelet raktak a kettő közé. Elmentünk Tokajhegy aljára, megkérdeztük, hogy mi a helyzet itt a szőlőben, nem rohad-e valami, de mondták, de hogy nem rohad, hát a Drosophila Suzuki miatt rohad a szőlő. Tehát ezt teljesen egyértelmű tényként állították ott is, és éppen a roadshow keretében múlt héten Gergellyel a Szekszárdi helyszínen találkoztam,
is mondta, hogy Lagrott és ott beszélget, szaktanácsadó is beszélget szőlőtermesztőkkel, és mindenkinek az az első kérdés, hogy mondjon már valamit a Drosophila Suzukira, mert egyszerűen megesz minket, ez egy kezelhetetlen probléma, és mondja meg, hogy mit lehet csinálni ezzel a dologgal. Tehát gyakorlatilag mind a mai napig, ugye ez ír a köztudatban, hogy a Drosophila Suzuki rohasztja a szőlőt. Nézzük meg, hogy mi a helyzet, hogy valóban igaz-e ez, milyen súlyonak kell értékelni ezt a problémát. Mielőtt a hazai vizsgálatokra rátérnék, természetesen szeretném bemutatni, illetve mi is körbejártuk, hogy nemzetközi szinten hogy vélekednek erről a kérdésről. Talán így lehet kerek a történet, tehát lehet, hogy picit ilyen értelemben hosszabb az előadás, de úgy gondolom, ha csak azt mondanám, hogy mi mit találtunk, akkor azt mondanák, hogy na, a rovartanosok találtak valamit, ezek nem járnak ki a szőlőbe, azt sem tudják, hogy mi a helyzet a Budapest határain túl. Hát nem ez volt a helyzet, ennél kicsit azért jobban utaljátok a kérdésnek, és hogy összehasonlításképpen láthassuk majd a mi eredményeinket, illetve a nemzetközi eredményeinket is, ezért szeretnék szemezgetve tulajdonképpen ezekből a nemzetközi eredményekből is pár fontosabb állomást bemutatni. Ugye 2014-ben közölték olasz kollégák elmúlt évek, az azt megelőző évek eredményei alapján több fajtát megvizsgálva, hogy kérem szépen bizonyos fajta esetében 2011-ben azt tapasztalták, hogy akár a bogyók 80%-a is károsított lehet. Húha, hát azért ez elég komoly. 2012-ben megalapították a mintavétel alapján, hogy a bogyók 3%-a károsított. Na most akkor mi a helyzet? Most akkor 80 vagy 3? Időjárás? Más mint a vétel? Ugyanazok a szerzők csinálták ugyanott az egészet. Valóban lehet így, hogy az időjárás nyomán, hogy egy-egy kártérő vagy kórokoz egyik évben jelentősebb, másik évben kevésbé jelentős, de azért ez egy elég drasztikus különbség mindent egybevéve. 2013-ban pedig a 12-höz hasonló alacsony kártételi szintet becsültek, vagy állapítottak meg. Ráadásul megállapították, hogy a lárva kelés a bogyókban, tehát a lerakott tojásokból kikerülő lárvák aránya 5% volt. 5%, tehát ez nem a kifejlődött imágók aránya, hanem a tojásból kikelt lárvák aránya. Nézzük tovább az eredményeket. Németországi adatok alapján itt láthatóak szintén különböző vizsgált fajták. Gyakorlatilag egyetlen egy fajta esetében volt a tojásrakás átlagos értéke egy 10% körüli szinten, de itt is a lárvakelés alig érte ennél nagyobb értéket. Most az Egyesült Államokban már egy kicsit részletesebb vizsgálatot végeztek, komolyabb felvételezéseket és laborvizsgálatokat végeztek, a Drosophila Suzuki és a szőlő kapcsolatát tisztázandó, ugye egy ismert, számunkra is jól ismert, nálunk is termesztett fajtákkal, Chardonnay, Merlot, illetve különböző Pinot fajtákat értékeltek, választásos labortesztben megfelelő ismétléssel, nem bízva a véletlenre, jó sok nőstény meg hímet betéve a tenyészedényekbe, és mit állapítottak meg, hogy a vizsgált fajták egyrészt nem különböztek egymástól kártétel mértékében, másrészt pedig az átlagos bogyónkénti tojásszám kevesebb, mint egy volt. Tehát egy ilyen erős, provokatív, fertőzéses vizsgálatban, tehát nem szabadföldi, ránézek, mintát szedek, vagy még azt se szedek, csak megnézem, hogy mi a helyzet, úgymond, hanem kérem szépen provokatív, vagy provokációs vizsgálatokban, laborkörülmények között állapították ezt meg. Mi volt a helyzet Svájcban? Beszéltem Christian Linder kollégánkkal, aki az Agroszkóp intézetnél dolgozik, ami tulajdonképpen egy ilyen kutató, szaktanácsadó intézet gyümölcs-szőlőtermesztők számára többek között a svájci térségben, és Christian Linder elég részletes és munkatársa elég részletesen vizsgálták a Drosophila Suzuki és a szőlő kapcsolatát. Ők is értékelték a fertőzöttség mértékét a lerakott tojások száma alapján, hát egyfajta preferenciát föl tudtak állítani, de összességében azt állapították meg, hogy a kifejlődött imágok aránya bogyókból kevesebb, mint 10% volt, tehát ilyen drasztikus populáció növekedés szempontjából a szőlő semmiképpen sem tekintető kedvező táplálék az ő eredmények alapján. Mindenesetre hozzáteszi, hogy ugye az SVD, ez a Spotted Wing Drosophila, Drosophila Suzuki-nak a angol nevének az elterjedt rövidítése, akár ha internetes oldalon, ha keresik, vagy cikkekben is ezt lehet sokszor megtalálni. Tehát a Drosophila Suzuki jelentős elszaporodását ők a szőlőben nem tartják valószínűleg. Én ezt személyesen is beszéltem vele e-mailen, és mondta, hogy ők nem tartják ezt egy komoly gondnak. Annak ellenére például áfonyában közel 100%-os kárt okoz ugyanott Svájcban. Mindemellett persze mondják, hogy a Drosophila Suzuki kaput nyithat más kártevőknek, kórokozók, tehát persze nem jó, hogy ott van a szőlőben, de ettől függetlenül, mint elsődleges kártevőt, ők nem tartják számottevőnek.
A eddigi legrészletesebb külföldi vizsgálatot mindenképpen elmondhatjuk, hogy Claudio Jorattiék Olaszországból és munkatársaik, tehát egy ilyen olasz-amerikai csapat végezte, nem is olyan nagyon régen, 2015-ben publikálták az eredményeiket, amelyben megállapították, hogy a fertőzés, tehát most a bepetézettséget értem idézőjelbe fertőzöttség alatt, mértéke az nőtt a cukortartalom növekedésével, tehát ők kifejezetten a szőlőt vizsgálták, a cukortartalom növekedésével, illetve a savtartalom csökkenésével és a hévastagság kifejezésére szolgáló penetrációs erő csökkentésével, ugye van egy ilyen penetrométer nevű eszköz, amivel át lehet szúrni a bogyónak a héját, és a penetrációs erőből lehet megállapítani, hogy milyen lehet következtetés levonni, hogy milyen vastag a szőlő héja. Ezzel próbálták tulajdonképpen illusztrálni azt, hogy a Drosophila Suzuki lerakja a tojást, akkor az mennyire nehéz gyakorlatilag neki. Persze a penetrométer nem pont úgy működik, mint a Drosophila Suzuki fűrészes tölcsöve, de ilyen mini fűrészre még nem tudom, hogy kitaláltak volna-e, vagy létezne ilyen eszköz, úgyhogy a penetrométert használták ilyen célból. Na most kérem szépen, ők is felállítottak egy ilyen fajta sort, hogy melyek voltak a jobban és a kevésbé érintett fajták, és a legfontosabb következtetés, ami irányadó lehet, ezekből a vizsgálatok, hogy megalapították, hogy a 40 centi newton esetében, tehát ennél kisebb a penetrációs erő, amit ki kell fejteni, tehát ez ugye héjvastagságra interpretálható, tehát hogyha 40 centi newtonnál kisebb ez a bizonyos penetrációs erő, akkor ebben az esetben az épp bogyók, tehát a sérülésmentes bogyó héj bepetézése bekövetkezhet. Éppen ezért nagyon fontos lehet a szület ideje, tehát hogy haladunk előre, és mondjuk túl vagyunk a születi érettségen, és elkezd elvékonyodni, fokozatosan a bogyó héj, egy ilyen túlérett bogyóvá válik, akkor ez a penetrációs erő csökkenni kezd ezzel párhuzamosan, és kitettebbé teheti a szőlőt a Drosophila Suzuki kártételére. Ettől függetlenül megállapították, hogy a sérült bogyók petézésére, illetve az imágok táplálkozása szempontjából is, ezek, tehát a sérült bogyók mindenképpen kedvezőbbek lehetnek, mint az épp bogyók, összehasonlították a kettőt, és nagyon fontosnak tartják és hangsúlyozzák azt, hogy a bogyóknak éppen ezért mindenféle sérüléstől, molyokkártételétől, visszharmat méretű felrepedéstől, madárkártól, egyebektől mentesnek kell lennie, tehát egy jó kultúrállapot és megfelelő növényvédelmi programban, szokásos növényvédelmi programban kell részesíteni, és akkor nem sérül meg a bogyó, akkor ezen paraméterek figyelembe vételével a kártétel, a bepetézés esélye drasztikusan csökken. Egy elég részletes és hosszú cikk ír egyébként erről az egész vizsgált sorozatról, ez az ábra is csak azt támasztja alá, hogy a zsendüléstől gyakorlatilag a születi időszakig szedtek mintát a különböző fajtákból, és vizsgálták azt, hogy milyen szinten változik a bepetézett bogyóknak az arány, és kérem szépen még itt október tájékán is a bogyónkénti tojás szám az egy körüli értéken volt, tehát október elején. A nyári időszakban, nyár végén meg egyáltalán nem találtak bogyót a érőfélben lévő termésekben az itt alul látható felsorolt vizsgált fajták esetében. Egy más jellegű megközelítésben vizsgálták a szőlőt, ugye nem is kifejezetten a szőlőt, hanem a Drosophila Suzuki tápnövénykörét svájci kollégák. Itt az volt a cél, hogy megnézzük, hogy milyen tápnövények mennyire alkalmasak, úgy, mint az előadás elején is mondtam, mennyire tűnnek alkalmasnak ténylegesen a Drosophila Suzuki számára, mint gazdanövények, és hát nem meglepő eredményre jutottak, gyakorlatilag a vadon termő növények közül a bodza, illetve a rúgusok, tehát a mána, szeder rokonai voltak azok, amelyek a leginkább alkalmasak voltak a Drosophila Suzuki populációk fenntartására, és kérem szépen a Vitis vinifera ugyebár majdnem lecsúszott a listáról, olyan értelemben, hogy nagyon kevés állatot tudtak kinevelni, tehát itt ugye a termésfelületre vonatkoztatták a kinevelt imágók számát, rendkívül kicsi volt az a szám, ami a szőlőből jött elő. Ugye szignalizációra mit lehet használni? Hogyan tudjuk megállapítani, hogy az ültetvényünkben van egy Drosophila Suzuki? Hát mondom se kell, hogy erről külön előadást lehetne tartani. Tehát most tavaly össze volt egy IOBC konferencia, egy nap csak a Drosophila Suzuki-ról szólt, ugye ez egy nemzetközi ilyen gyümölcs-növényvédelmi konferencia.
egy nap csak a Drosophila Suzukiról szólt, és egy vagy két előadás csak a csapda típusokról szólt. Tehát ilyen negyedórás előadások csak a csapda típusokról és azoknak a teszteléséről szólt. Rengetegféle csapda és csalétek van. Gyakorlatilag már lassan annak is át, hát azért még nem áttekinthetetlen az irodalma, de föl kell kötni a nadrágot, hogyha valaki ezekben is tisztán akar látni, hogy mi a legjobb csalétek és a legjobb csapda. Valószínűleg még ez nincs megállapítva, de vannak olyanok, hogy valaki erre esküszik, arra esküszik, van piros gömbölyű, fekete csika, zóró, fantázia névvel, tehát mindenféle a formája, a színe, a benne lévő csalétek mind-mind számíthat a tekintetben, hogy mennyire ítélnek, hatékonynak egy csapdát. Ami nálunk Magyarországon úgymond közhasználatban van, ugye a Csalamon által forgalmazott klasszikus varsás csapda, amiben vörösbort, almaecetet és egy kis detergest kell önteni. Ez a kombi csalétek, tehát vörösbor, almaecet, erről régóta tudják, hogy vonzza a Drosophila Suzukit is, meg más egyéb állatokat is. Ugye lyukak azok kellenek a csapdára, hogy az állat be tudjon repülni, de hogyha valaki nem akar varsás csapdát vásárolni, akkor hazafelé vesz egy palack Szent Királyt, megissza, otthon egy felforrósított 3 mm átmérőjű szöggel kifúrja, és egy kis kiskunfélegyházi almaecetet belelőtjint, és kész a Drosophila Suzuki csapda, pár forintból gyakorlatilag. Mi is egyébként ezeket használtuk a felvételre, Amerikában is még sokfelé ezeket használják. Nem mondom, nem ez a leghatékonyabb csapda, de szignalizációra, detektálásra alkalmasnak mondható. A lyuk méret azért fontos, mert a 3-4 méterre kisebb, akkor nem repül bele az állat, tehát kisebb az esélye, nem fér bele a test méretéből adódóan. Ha nagyobb, akkor meg minden egyéb is belerepülhet. Ugyanis ezek a csalétkek, ahogy látható is, nem feromonok, nem valamilyen speciális illatanyagok, hanem egy általános táplálkozási attraktás, tehát bizony válogatni kell a csapda fogásából a muslicák közül is a Drosophila Suzuki egyedeket. Na és akkor pár gondolattal a hazai vizsgálatokról, ugye nyilván ez leginkább a nemzetközi eredmények mellett ez az, ami még érdekes lehet. Ugye 2015-16-ban végeztünk egy országos felderítést, 22-ből 21 borvidékre sikerült eljutnunk. Mindegyik borvidéken legalább két területen, a borvidékenből két területen, legalább két különböző fajtában, és mindegyik fajtában legalább két ponton raktunk ki almaecetes csapdát. Mindezt a felvételezést, csapdabeszerzést 0 forintos támogatással, tehát semmi pénz nem volt emögött. A kiszállásokat a rovartani tanszék fizette nekünk ki, a csapdákat pedig Gergő a saját zsebéből vette meg, és otthon készített el. Ha kiszámolják, hogy felszorozva, hogy hány borvidék, hány terület, hány fajta, fajtánként hány csapda, akkor lehet látni, hogy nem kettő, meg három csapdát raktunk ki a területre. Ezeket egyesével furkálta, készítette, és mentünk el, gyakorlatilag egy bő egy-két hét leforgása alatt, hogy egy időben tudjuk lehetőleg a borvidékeket össze tudjuk hasonlítani az őszi időszakban, raktuk ki a csapdákat, majd pedig egy ugyanilyen kampányszerű országjárással be is gyűjtöttük ezeket a csapdákat. Egy-két helyszín volt, amit ezután is köszönünk, ahol kollégáknak elküldtük ezt a protokollt, hogy hogy kéne ezt a csapdát elkészíteni, és nagyon lelkes köztük több volt, hallgatónk is volt, aki gazdálkodó, ő készítette el otthon, és rakta ki a csapdát, és aztán tartalmát áttöltve, majd palackba felküldte nekünk Budapestre, de a legtöbb helyszínre magunk mentünk el. Követtük a rajzás menetét a kártevőnek, illetve termésmintát vettük, valamint laboratóriumi vizsgálatokat is végeztünk. Pár kép erről a országos felderítésről, itt a nagyrédei Furminban például, aztán például Badacsony Tomajon kéknyelűben voltunk. Egyébként minden területen próbáltunk, amennyire lehetett borvidékre jellemző fajtában kirakni a csapdákat. Aztán itt a fertőrákoson, kékfrankos, illetve cabernet fajtákban, ugye a háttérben ott a fertőhansági nemzeti park, tehát nagyon divers, nagyon sokféle környezetben raktuk ki ezeket a csapdákat, a legkülönfélebb helyeken fordultak elő természetesen a táblák, kunsági borvidéken, Szigetcsépen, például szintén kékfrankos, illetve rajnai rizling fajtákban, vagy éppen a neszmélyi borvidéken, chardonnay ültetvényben lehet, tehát ameddig a szemmel lát, vagy szőlő, vagy szántóföld, tehát igazából nem egy kifejezetten muslica csalogató terület, ha figyelembe veszik azt, hogy állítólag a Drosophila Suzuki erdőszegélyekben, erdős területeken tele lát, és onnan telepszik be a vegetáció folyamán, hát itt nem túl sok, láthatólag nem túl sok esélye volt erre, ennek ellenére itt is megtaláltuk ilyen csapdát, így általában egy ilyen másfél méteres magasságban, ahol lehetett árnyékos részre a lomb sávba helyeztük el. Na most az országos felderítés eredménye az lett,
hogy az összes borvidéken ott van a Drosophila Suzuki. Tehát mindenhol megtaláltuk az első csapdázási évben már 2015-ben, 2016-ban egy pár helyre ismételten elmentünk, hogy ez egy csapadékosabb év volt, hogy összehasonlítsuk a két évet, és ott is megtaláltuk. Tehát ez kijelenthető, még akkor is, tehát kicsit aggódtunk, mert 2015 meglehetősen meleg és száraz volt, tehát a Drosophila Suzuki-nek nem egy kedvező év. Ennek ellenére például itt a Neszvélyi borvidéken is fogott egy hónap alatt ősszel kettő darab muslicát a csapdán, de ebből az egyik Drosophila Suzuki volt. Tehát gyakorlatilag mindenhol előfordul a Drosophila Suzuki, szőlőben is. A rajzás dinamika alapján megállapítható, hogy az őszi, ez két év ugye, tehát itt van Szilveszter, itt két évben csapdázta Gergő a pécsi borvidéken, illetve a Budapesten, valamint a tolnai borvidéken is, és ugyanezek az eredmények jöttek ki mindegyik területen, gyakorlatilag a késő őszi időszak, vagy a késő nyári időszakban indulva egy őszi tetőzés lehetett megfigyelni a populáció alakulásában. Ez a táblázat csak egy rövid szemelvény abból, hogy a csapdák fogásában mit tapasztaltuk, ami a lényeg az egészből. A sötétcsíkok jelzik a 2015-ös évet egy adott borvidék adott területéről és ugyanazon időszakából, mint 2016-ban, amit pedig a világos csíkok, tehát egy sötét világos pár alkot egy területet, a különbség csak az évjárat, tehát 15-ről vagy 16-ról beszélünk, és hogyha a fogásszámokat nézik, azt lehet látni, hogy akár melyik borvidéken voltunk az országban, körülbelül egy nagyságrenddel nagyobb volt a fogás 2016-ban, ami egyébként tényleg alátámasztja, hogy egy csapadékosabb, hűvösebb évjárat volt, ami a muslica szaporodásnak kedvezett, és ezért 16-ban volt különösen nagy a panasz a Suzuki-ra. Na már most, tehát azt már tudtuk, hogy a Suzuki jelen van a borvidéken, ebből még nem következik a kártétel. Szedtünk hát termés mintát is, szerettünk volna ezt valami szabályt követve. Megkérdeztük az EPO-t, hogy milyen protokollt ajánl a Drosophila Suzuki felmérésére szőlő esetében, és az EPO illetékes azt mondta, hogy nincs erre nemzetközi protokoll. Tehát nincs arra elfogadott mintavételi módszer, hogy a Drosophila Suzuki kártételét a szőlőben hogyan lehet felmérni. A részletekben most nem mennék bele, ettől függetlenül találtunk egy ilyen körmönfont megoldást, hogy mégis mit lehetne, milyen nemzetközi eljárás lehetne adaptálni, úgyhogy szedtünk termés mintát. A nagy kérdés az volt, ettől függetlenül, hogy milyen fürtöt szedjük? Olyat, ami egészségesnek tűnik? Olyat, ami egy kicsit rohad? Vagy olyan, ami már bolygos a botritisztől? Miből neveljük ki a Drosophila Suzuki? Ugye, ha valaki leszed egy olyan fürtöt, ami rothadó szemeket talál, akár csak egyet-kettőt, feltételezve, hogy ez Drosophila Suzuki, beteszünk mondjuk egy nejlonzacskóba, vagy egy kis nevelő edénybe, üveghenges, stb., ahogy ezt kell, és abból előjön a Drosophila Suzuki, mire lehet ebből következtetni? Semmire. Semmire az ég adta a világon. Tehát kérem szépen, hogyha egy olyan fürtöt szedünk le annak megállapítására, hogy a kinevelése, hogy a Drosophila Suzuki fertőzte, ami már egy kicsit is rohad, ez teljesen alkalmatlan arra, hogy megállapítsuk, hogy tényleg a Drosophila Suzuki miatt rohad. Miért is? Azért, mert ez a rothadás bármitől előindul, bármi okozhatta. Tehát lehet, hogy egyszer csak sérült a bogyó, molykárosította, valamiért felrepett, tehát gyakorlatilag bármilyen repedésen természetesen a Drosophila Suzuki ugyanúgy a sebzésen megtelepetett, mint a sima, egyszerű Drosophila melanogaster, az ecetmuslisza. Tehát egy ilyen sérült bogyóból való kinevelés semmilyen információt nem hordoz, egyetlen egyet, hogy van Drosophila Suzuki a táblámban. De az, hogy ez kárt okozott-e vagy sem, ezt ebből nem lehet megállapítani. Éppen ezért mi próbáltunk olyan fürtöket szedni, amelyek kívülről így néztek ki, épnek tűntek, hangsúlyozom, épnek tűntek, hiszen szabad szemmel a tojásrakást, hát azt ott helyben nem vállaltuk, hogy elkezdjük a tojásokat a tömött fürtökön nézni, úgyhogy épnek tűnő fürtöket szedtünk le, mondván, hogyha ez a kártevő képes arra, hogy bepetézze a szőlőt az ép héjon keresztül, akkor lehetnek rajta valóban tojásrakási helyek, amikor egyébként a Suzuki ott van a területen, és majd akkor megpróbáljuk ezekbe az épbogyókból, épnek tűnő bogyókból kinevelni. Gergő otthon szétszedte ezeket a fürtöket, hogy jobban kezelhető legyen, és lám, ekkor jött a meglepetés, ilyen fürtöket szedett szét, és nem egy olyan fürt volt, ami belülről rohadt, és mojlárva kandikált ki belőle. Tehát gyakorlatilag több esetben kiderült, például a Badacsonyi borvidéken is,
hogy gyakorlatilag ezek a fürtök nem voltak épek, hanem már belülről rohadtak. Ha most egy bojlár volt vígan eléldegél, akkor elképzelték, hogy egy muslicának nem akadály a fürt belsejébe, a sérülésekbe bejutnia, betelepednie, és ha ebből jön ki az állat, az már is nem garancia arra, hogy ő volt az elsődleges kártevő, és íme a lárva gyakorlatilag ezt valamilyen szinten már erre utalt is. Na most ez még ettől nem nyugtatott meg minket, mert ez még mindig nem garancia arra, hogy ha ugye az épp bogyókból, amit aztán leszemezgetett és kineveltük, hogy abban nem jött elő Drosophila szózik, hogy lehet, hogy úgy szedtük a mintát, hogy nem sikerült olyan fürtöt szedni. Ezért szedtünk további mintát is különböző borvidékekről, ahol azt néztük, ahol a Gergő egyesével átnézte a szemeket mikroszkóp alatt, hogy épe, teljesen épe, és ezeket betettük tenyészedénybe, ép és sérült bogyókat is. A sérültet úgy imitáltuk, hogy a kocsára ugye le lett húzva a bogyó, az épeknél még azt a sérülést sem engedtük meg, tehát tényleg teljesen ép volt a felület ezeknek a bogyóknak, ez ellenőrizve lett. És betettünk mellé több ismétlésben, ahogy az kell, hogy statisztikailag értékeltő legyen az eredmény, Drosophila Suzuki tenyészetből származó hím és nőstény egyedeket mindegyikhez. Betettük klímaszekrénybe, úgy neveltük, ahogy a nagykönyvben meg van írva, annyi időt kapott a kifejlődéshez, ami elvileg kell, 22 fokon, 60% pára, a körüli érték, körülbelül 3 hétig ott voltak a klímaszekrénybe, nézzük, mi jön ki belőle. Nem visszük a véletlenre, nehogy az legyen, hogy a Suzuki tenyészetből származó állatok nem egészségesek, vagy nem képesek a tojásrakásra. Áfonyát vettünk a piacon, arról tudjuk, hogy ez akármilyen körülmények között kedvelt tápnövénye, és ugyanezt a párhuzamos, ezt a kísérlet sorozatot áfonyával is megcsináltuk. Mi lett az eredmény? Az eredmény az lett, kérem szépen, az áfonyá tökéletesen bele petézve, akár épp volt a héja, akár csináltuk rajta a sérülést az áfonyából, úgy kifejlődött, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Az épp szőlőből egy árva Drosophila Suzuki nem jött elő. Megvizsgáltuk a kékfrankos, a merlot, a cabernet sauvignon, olasz riesling és bianca fajtákat, ezekkel tudtuk a kísérletet elvégezni, ezekből volt mintánk. Gyakorlatilag egyikből se jött ki a Drosophila Suzuki, egy apró záró, de tényleg csak zárójeles megjegyzés, egyedül a biancából jött elő Drosophila Suzuki, és nagyon most már kezdve, hogy nekem biancám van, végem van. Kérem szépen, a bianca volt az egyetlen fajta, amelyet az optimális születi idő után körülbelül 2 héttel szedtük le. Ezt a termelők az egri borvidéken mondták nekünk egyébként, hogy hát fenn van még a bianca, de már így le kellett már szedni, csak nem volt rá kapacitás. Hát, de mivel már nem volt a mintavételünk idejében más fajta, amit meg tudtunk volna nézni, hát leszedtük a biancát. Onnan is tudtuk, hogy túlérett volt, mert elvégeztük mi is a fizika tanszékkel együttműködve a penetrancia vizsgálatokat, és bizony az összes fajta penetráció esetében a hévastagságot jellemző penetrációs erő a 40 cm feletti érték volt, hogyha az a születi időszakban a megfelelő érés születre érett időszakban volt leszedve, a biancánál pedig, ahogy az olaszok is kimutatták, ez alatt volt az érték, tehát tényleg bele tudott petézni a Suzuki, nagyon picit. Tehát gyakorlatilag ott sem tömegével rajzott az állat, hanem abba sikerült belepetéznie, mondjuk így. De az alapértelmezés az volt, hogy épbogyóban nem tudott belepetézni. A sérültbe bele tudott, de csak alig-alig, tehát nagyon kevés statisztikailag volt különbség az ép és a sérült bogyók között, ez nem volt meglepő, de ha összehasonlítjuk az áfonyával, azt mondhatjuk el, hogy az ép áfonyát is jobban szerette, mint a sérült szőlőt. Tehát gyakorlatilag a szőlő semmiképpen sem nevezhető a kártevő fontos tápnövényének, mondhatjuk azt, hogy egy marginális növény a kártevő életmódja szempontjából, gazdasági értelemben, a szőlőben, hogyha az megfelelő kultúrállapotban van tartva, ha azt a szokásos, nem Suzuki-ra kiélezett, hanem a teljesen szokásos növényvédelemben részesítjük, molyogtól megvédjük, lisztharmattól megvédjük, és egy átlagos évjárató évünk van, de akár még egy kicsit csapadékosabb is, persze akkor figyelve a többi kártevő kórokozó okozta potenciális probléma növekedése is, tehát hogyha éppen tudjuk tartani a bogyót, a fürtökön, a szőlőben a Drosophila Suzuki kérem szépen nem tud kárt okozni. Másodlagosan persze megtelepedhet, de ne tekintsük elsődleges kártevőnek. Nem merném ezt mondani, ha nem ugyanezt mondanák, akikkel személyesen konzultáltam, olasz és svájci kollégák is, ahol sokkal több Drosophila Suzuki van, tehát a populációs
nyomást tekintve, ők is azt mondják, hogy a Drosophila suzuki a szőlőben nem probléma. Tehát ez egy nagyon fontos megalapítás volt. Ettől függetlenül persze lehet úgy általában a gyümölcs termesztésre kiterjesztve védekezésről beszélni, hiszen bogyósokban ez egy, sajnos ez egy megoldatlan probléma. Érdekes megállapításnak tűnik, hogy a nyár közepéig betakarításra kerülő, tehát a július elejéig betakarításra kerülő gyümölcsfajok és fajták úgy tűnik, hogy egyelőre megúszszák a Drosophila suzukit, vagy legalábbis a kártételtől mentesülhetnek. Például Lajos Mizsely térségében, ugye a szamóca termesztés nagy felületeken folyik, egy szaktanácsadóval is konzultáltunk, aki szamócában nagyon profi nemzetközi szaktanácsadó, és erre specializálódott a szamócára, egy holland szakember. Ő azt mondta, hogy ott a szamócában még nem találkozott Drosophila suzukival, pedig ugyanabban a térségben ezen a területen, konkrétan ugyanabban a térségben megfogtuk a Drosophila suzuki csapdával, tehát ott van, nem az, hogy nem, azért nem tekezett, nincs ott van a kártevő, de ott például a szamócában nem okozott kár, de az a szamóca is gyakorlatilag június közepén véget ér. Tehát addigra ez nem sokára érni kezd, ugye ott a fólia alatt, és június közepén táján véget ér, márpedig a Drosophila suzuki úgy tűnik, hogy a nyár közepe után tud csak ott legalábbis a csapdák fogása alapján elszaporodni. Még egy nagyon érdekes dolgon, nem olvasnám ezeket föl, már gondolom önök úgy is megtették, hogy a javaslatokra vonatkozóan. Egy dolgot kiemelnék. A külföldi tapasztalatok alapján mondják, hogy a tápnövények, az igazán jó tápnövények közelsége veszélyt jelenthet a más szomszédos kultúrákra, tehát a szomszédban őszi málna van, szeder van, vagy bodza van. Mi a helyzet a bodza és a szőlő kapcsolatával? A Tokaj hegy alján voltunk egy olyan ültetvényben, ahol a furmint mellett bodza ültetvény volt. Tehát az a maximális kedvezőtlen kitettség ugye ez alapján. Szedtünk mintát bodzából, szedtünk mintát furmintból. A bodzából kijött a Drosophila suzuki, a furmintból egy árva Drosophila suzuki nem jött ki, ilyen kitettség mellett sem 2016-ban a muslicás évben. Jó? Tehát ez megint egy adalék ahhoz, hogy még ilyen erős nyomás mellett sem úgy tűnik, hogy nem tudja károsítani a szőlőt. Ha most valaki mégis védekezésben gondolkozik, hiszen vannak olyan kultúrák, ahol ez lényeges kérdés, amerikai tapasztalatok alapján foglalható itt össze, hogy melyek azok a hatóanyagok, ezek vizsgálatok, tapasztalatok, felmérések, kísérletek, tehát egy nagyon kombinált vizsgálat sorozat volt az Egyesült Államokban, amelyek alapján különböző hatóanyagokat és hatóanyagcsoportokat jobban vagy kevésbé hatékonynak tituláltak, nem meglepő, hogy a piretroidok szerepeltek legjobban, taglózó hatás, persze elkapja, elpusztítja az imágot. Ami viszont érdekes, hogy a neonikotinoidok a gyenge, legfeljebb mérsékelt kategóriában szerepeltek. Ugye nálunk még a kártevő ellen engedélyezett hatóanyagok közül például a spinozát hatóanyag a jó kategóriába soroltatott, ez jó hír, ha úgy vesszük. Mindamellett hozzáteszem, hogy szederben, de különösen őszi málnában, amit két naponta szednek, gyakorlatilag ezeknek a szereknek se sok esélye van. Tehát nem tudjuk az élelmezés egészségügyi várakozási időt betartani. Kérdeztük mi is az olaszokat, hogy hát akkor ők mit csinálnak, hogy oldják meg? Kiteszik az egyszer 1 mm-es sűkbőségű hálót, lezárják, izolálják az ültetvényt időben, mert hogy kívülről települ be az állat a területre. Hát persze lehet, akinek ez van pénztárcája, lehetősége, lehet ezzel próbálkozni, vagy például a fóliás szedernél, amit mutattam, ott lehetséges, hogy ez egy járható út lehet. Figyelni kell persze, hogy ezzel a légáramlás is csökkent, tehát ez további problémákat azért felvethet, de úgy tűnik, hogy egyelőre ők sem tartanak előrébb a védekezés tekintetében, mint a klasszikus, jó, nem engedem be, akkor nem tud beérni, ez a fizikai kizárás az, ami egyelőre lehetőséget mutat. Biológiai védekezés sem egyelőre kecsegtető, tehát még nem találtak olyan természetes ellenséget, amit ki lehetne juttatni, és akkor megoldaná a problémát. De mondom se kell, hogy ezen a területen is kiterjedt nemzetközi vizsgálatok zajlanak. Köszönöm szépen a figyelmet!